tisztán történik, hogy ma hogyan értelmezünk, hogy ilyen kulcsán. Hogy milyen területeken használjuk a dizájn fogalmát ma aktuális, a kortárs meghatározása, a használat. És akkor látjuk, hogy mennyi féle területe van, ahol a dizájn szó előfordul, használjuk minden nap létezik. Tehát nem kivételes esetek, hogy van szó, hanem a szakma által elfogadott definíciók, amivel tehát tetsző dizájn, közel dizájn is alatt, kommunikáció dizájn is sorolhatnánk, ez mind-mind beletartozik a dizájn aktuális értelmezési területéhez. Amiről én ma szeretnék beszélni, az tulajdonképpen két dolog ebben a hálóból, a nagy rendszer hálóból, a dizájn területünk felületi, a különböző területek között, a kettőt emelnénk ki, lehet, hogy megharasztanak most az építészek kicsit, de most ebben a nagy átfogó dizájn területek között van sorolva az építészet is használni. Tehát ez egy bizonyos elfogadott használata, és alapban egy másik kategória, ami szeretnék a figyelmükbe rávenni, ez a modernizálni termékelhezés. Tehát ennek van most egy kicsit szűkíteni, ugye nyilvánvalóan szűkíteni a óriási területről. Szóval mi ezt a kettőt szeretnénk most valahol egy kicsit közelebbről, és termékelhezési megvizsgálni, felvetni egy-két dolgot, ami egyrészt talán aktuális, mert tűnik, hogy a problémásnak is tudunk, mint a problémának. Én ezt a további problémákat tennék hozzá, megfogulásra érdemes ilyen kérdéseket, ami talán az építés számára is izgalmas lehet, jó? Dizájn területen a problémák természetesen. Tehát ezt a fogást, hogy lenne, hogy beszéljek a dizájnról, az én azt gondolom, hogy én bizonyos értem, hogy a dizájn tudatot használom, és a prezsák dizájnot használom, és nem állok, hogy jó. Nem hallják át, ez nagyon jó. Tehát, hogy akkor ez az egy mögötte kell tudni, hogy ez, tulajdonképpen ez az igazi. A többi az mind egy szűkebb értelmezés a dolognak. Jó. A következő, ami lehetne így léptetni, ha most közelebb lépnénk egy nagyítóval, elkezdenénk nagyítani ezeket a területeket, ugye ezek óriási, önmagukban nagy területek, ezek közül az egyik legnagyobb, az építészet, most azt külön nem emelném ki, ugye arra vannak szakemberek itt az épületben. Én inkább a dizájnt emelném ki, tehát ez egy ilyen, ezt a Red Dot Design díj, ez egy német nemzetközi díj, egy nagyon ismert design díjról van szó, jól bejáratott, tényleg nagyon jó renoméja van, presztízse van, minden magyar dizájnerek is szép számmal már megkapták, úgy ahogy, tehát működik, tényleg nagyon jó, meg van szervezve egy németes precizitással, és most már abszolút internacionális nemzetközi nagy design díjról van szó. És ha kiemelnénk ugye a termék kategóriát, ugye főleg ezzel foglalkozik, ez díjazza, akkor látnánk, hogy 48 kategóriát különböztet meg a product design alatt, és ebben 798 alkategóriát. Tudod, amikor product design, akkor ekkora területről beszélünk, jó? Irdatlan kiterjedésű terület, és akkor még a 798 alkategória továbbiakra bontható, de most ez önöket, jó? Tehát a lényeg, az itt vannak a főbb kategóriák, ugye a 48 kategória, és alatta ugye, hogy melyiknek milyen hány alkategóriája van. Ezt csak azért vetítettem elő, hogy érzékeltessem, hogy milyen irgalmatlan kiterjedt ma a design. Tehát a product design kategória, fogalom, terület, amit mi használunk, jó? És próbálunk megérteni, ugye? Valamilyen szinten is valamilyen rendszert belevinni, hogy valahogy átlássuk ezt az egészet, jó? És ebben mind szépen designerek csinálják. Ez a másik, amit hozzá kell tenni, ugye, hogy többnyire a product design világa az alapvetően a designerek világa, ugye? De majd itt a előadásomban lesz egy másik rész, amikor látni fogjuk, hogy, és ez lesz a felvezetés tulajdonképpen, hogy a product design világa, ugye a termékter design világa nem idegen az építészek számára. Ez egy ismert terület, átjárnak oda, és nagyon sok szép dolgot csináltak építészek. Na, itt az első igazi, nem, másik irányba kéne menni. Na, az első, egy kicsit, hogy mind a két oldalt szeretném röviden felvázolni. Az egyik oldal az irányokat tekintve, hogy az építészet felől közelítünk a dizájnhoz. Jó? Itt gyűjtöttem ki, nincs időrendi sorrendben rakva kronológiailag, kiragadtam egy-két olyan alkotást, ismert alkotást,
neves építészektől, akik alapvetően építészként ismertek, de a dizájn területén is jelentőset alkottak. Ugye? Tehát tényleg nagyon jó nevek vannak, még magyart is látunk közötte. Ott olvasható, tehát Frank Gehry-től kezdve, ugye Utzontól Bezár Ádó Rosszi, egy csomó ismert építész, maguk száma ez rengeteget mond. Jó? Ismert nevek, talán kevésbé ismert, hogy tájtervezőként is, ez egy csúnya szónak tűnik egy építész számára, hogy tájtervező, nem olyan felemelő, tehát egy ilyen kicsit olyan akár vulgárisan is hangozhat, de nem az, jó? Tehát, hogy ez azért ők is fontosnak tartották, és nem mellékesnek. Az más dolog, hogy a főterület, alkotói tevékenységük főterülete nem a tájtervezés, a product design világa volt, de itt is jelentőset tudtak alkotni. Jó? Tehát ez az első. A másik, ugye, hogy létező kapcsolatról van szó, a design, az építészet és a design között egy intenzív, a 20. század folyamán végig egy nagyon komoly kapcsolatrendszer működött. Jó? Tehát nem, nehogy azt higgyük, hogy ez egy alkalmi kirándulás, légy ott, ugye a két nagy terület között, hanem egy folyamatos átjárhatóság volt a kettő között. A második kategóriában már olyan építészeket soroltam, akiknél a munkásságukban az építészet és a product design, a tájtervezés világa kiegyensúlyozódik. Egyformán jelentősen van. Mindegyiknek fontos szerepe van. Nem csak ideiglenes, olykor-olykor ugrott át és alkotott valami jelentőset, hanem folyamatosan. És mint tájtervező vagy product designer is, mint építész, de product design területen is nagyon jelentőset alkothat. Tehát ismerjük a szakmán belül, design történészként rendkívül, ebbe kortárs design a 20. század elejétől megint az egész napjainkig, itt a válogatást, kifejezetten arra törekedtem a válogatásnál, hogy benne legyen ez a történetiség. Ugye ez egy folyamatos, kontinuális átjárhatóság, ugye a különböző építés, már kort neve Szárinentől kezdve, Bérencig a századforduló időszakától, ugye mindenki által ismert ez a kis asztali ventil, ez egy nagyon ismert, dizájn ikonikus darab. A dizájn történet egyik meghatározó darabja, amikor elkezdünk modern dizájnról beszélni, az a megtisztelő dolog van, és nagyon örülünk neki, hogy az első a szakmán belül van egy olyan értelmezés, megközelítés, hogy az első igazán modern designer az Peter Behrens, az építész volt, ugye? Egy kézben összpontosította az AEG-nél a különböző területeket. Építészként alkotott, tártervezőként, kommunikációt, az egész cég arculatát megtervezte. Tehát egy komplex tevékenységet fejtett ki, igazából egy modern designerként is felfoghatjuk az ő tevékenységét, amellett, hogy nagyon jelentős építész volt, jó? Tehát designerként is már nagyon ismertek, ezek Corbusierről nem is beszélve, ugye erről már volt szó. Az ő bútorai mai napig népszerűek, árulják, másolják, kopintják, millió számra árulják. Tényleg nagyon építészek is nagyon szeretik betervezni az épületeikbe, a belső építészek, ugye, hogyha valamilyen ilyen teret akarnak, a mai népszerű, Miss van der Rohe-től kezdve sorolhatnak, ugye az ő kis asztalkája ott fent. Csodálatos, jó? Tehát amikor a design történettel foglalkozunk mi, ugye a szakmán belül, akkor ezek az építészek úgymond kitüntetett szerepet kapnak ebben a történetben. Tehát érezzük azt, hogy építészként szervesen hozzájárultak, most ebben az értelemben nem az építészet történet, ez egy külön történet most ilyen értelemben, hanem a design történetnek ugye, aktív szereplői. És nagyon, nagyon tiszteljük és becsüljük az ő munkásságukat. Nagyra értékeljük a szakma, a design történeti szakma, a product design történet, ha ma így szűkítjük a dolgot, ugye? Vagy Max Billnek a híres órája, ugye? Több építészként is, Ulmi iskolát is megtervezte, tudjuk, remek épület, minden, de legalább annyira ismert, és a nagy többség számára is még egy dolog, hogy az átlagember számára melyik ismert. Tehát itt két dolgot kéne tisztáznunk, a szakmán belül mi tudjuk, hogy építészként és dizájnerként, de a legtöbb ember számára olyan formán, sokkal már ismertebbek ezek az építészek, hogy ezekkel találkozik minden nap, használja. Tehát egy olyan világba lép be az építész ezekkel a tárgyakkal, ezek olyan népszerű tárgyak, és elfogadott, a nagy közönség számára népszerű és elfogadott dolog, ami óriási, mondjuk így, hogy kontaktfelületet biztosít az építész, mint dizájner és a fogyasztó között, a felhasználó között. Ez egy teljesen más dolog, és az átlagember számára sokkal ismertebb, ilyen talán bizonyos körökben, mint tájtervező vagy product designer, mint építész. És van egy harmadik kategória, ezt lehetne, majd Joe Pontiról lesz szó, ugye a Superledger, a szuperkönnyű széke ott van fönt, gyönyörű darab. A mai napig szinte azt lehet mondani, hogy
egyik mértföldköve ugye a tájtervezésnek, a koncepcionálisan mindenféle dolog, agyakhasználat, egyéb tárgyfelfogás szempontjából, de a többit is. Breyer Marcelnek a gyönyörű 30-as években hajlított fúrni réteget lemez pihenőszékei, csodálatos darabok, jó? De akkor már 30-as években alapvetően építészként ténykedett, ha jól tudom. Tehát, és akkor még Arne Jakobsenről nem is beszéltünk is a többiekről, jó? Következő, ami már ellenben, ez a harmadik, ugye a felvezetés, ugye, hogy még közelebb lépjünk a dizájnhoz, ezek már olyan építészeknek a gyűjtése, válogatása, akik már inkább dizájnerként ismertek alapvetően. Tehát jelentősebb a dizájneri tevékenység, mint az építészként végeztek, ugye? És ha nem is mondom azt, hogy pályát módosítottak, nem? De a design, a product design területén teljesedtek ki igazából. Alkottak valami rendkívüli maradandót, jó? Ettől ez szociális építész is volt, tudjuk, tervezett egy-két épületet, de a Carlton Porcával és a Memphis kollekciónak tervezett darabjai, ezek sokkal ismertebbek. És sokkal nagyobb is szóltak, jó? Tehát a kiterje ismertségük, a hatásuk ezeknek a dolgoknak, amit megterveztek, jóval nagyobbak, jó? Tehát, vagy vegyük tovább, Charles Eames. Te persze, tervezett a 40-es években, nagy, szép, gyors ipari házakat, ebbe saját lakóházát is megtervezte, de azért az Eames bútorok azért az egy legenda, az egy kategória, jó? Tehát más dimenziót képvisel ebben az értelemben az építész, itt már bútortervezőként, tájtervezőként sokkal maradandóbb, titere alapvetőbb, és a dizájntörténet ezeknek, a kortárs és a napjaink dizájntörténetének talán legmeghatározottabb, legismertebb darabjai közé tartoznak. Építészként végzettek, de már azt mondanám, hogy inkább számomra már inkább dizájnerként vannak jelen. Tehát megnézzük a Carlton Porcot, 1981-ből ugye a Memphisnek tervezt az első kollekció, Bertore Szocsasz, az egy ikonikus darab, az a dizájntörténeti könyve kezdődnek, jó? A címlapon, vagy Breyer, vagy Charles Simsnek a szép alu kollekciója, ugye? Az is. Ismert, az építészek imádják, nem? Én nagyon szeretem, gondolom az építészek is, közkedve darab az építészek között, ugye az Eamesnek a szép aluiroda bútor kollekciója, de sorolhatnánk, ugye, Akia Castiglionitól kezdve, Citerio, építészként is ismert, jó, persze, tervez építés, minden, de azért bútortervező, elmennénk majd jövőre, vagy ha most idén volt valaki a milánói bútorvásárba, akkor látja, hogy elképesztő 10-20 éve, 30 éve gyakorlatilag pályán van Citerio, és jobbnál jobb bútorokat tervez, ma talán az egyik legjobb bútortervező a világon. Lehet ezzel vitatkozni, nem azt mondom, hogy legjobb, de az egyik legismertebb, legjobb bútortervező a világon, aki amúgy építészként is praktizál, építészként végzett. Tehát itt ez a gyűjtés, vagy Joe Colombo úta legfelül, ugye, a kis műanyag székével, legenda, ugye? Egy olasz dizájner, sajnos, én nagyon szerettem az ő munkásságát, nagyon fiatalon meghalt, sajnos erre szoktam azt mondani, hogy rengeteg minden még benne maradt, mi lett volna, ha 80 évig él, mennyi mindennel lettünk volna gazdagabbak, de sajnos nem lett, ugye viszonylag korán meghalt. Napjainkból Patricia Urquhart, ő is építész, de tulajdonképpen bútortervezőként sokkal ismertebb a tevékenysége. Tehát ezzel adóznék az építész szakma előtt, nagysága előtt, hogy milyen fantasztikus szakma ez, aki ilyen dolgokat tud létrehozni a dizájn világában. Átjárható, jó? Nem priszkölünk, nem kiabálunk, semmi, hanem a design befogadja, ugye, elfogadja, és a design történeti könyvekben éppen az értékük miatt nagyon fontos szerepük van, és semmi gond nincs, hogy építész. Jó, nehogy az legyen a tárgy minősége a fontos, jó? Hogy mit hozott létre, milyen szellemben, milyen értéket képvisel, egyéb, mi sorolhatnánk, jó? Tehát tényleg a quality igazából a döntő, és nem ilyen értelemben nem az a fontos, hogy most az építész vagy nem, és nem formatervező. Nem formatervezőként tanultak, de mégis a formatervezés területén tudtak rendkívülit alkotni. És ezt a formatervező történet szakma elfogadja, befogadja, és szerves, integrálta, szerves része ma ennek a szakmának. Ezt csak azért mondom, mert ugye a design boomban nem olyan rég, ez az internetes portál volt, egy ilyen vita zajlik még mindig, hogy ugye és idejük adunk igazából az én témámhoz, hogy a designer tervezhet-e épületet. Ugye ez a másik oldala, ez az érem. Láttuk az érem egyik oldalát, hogy az építészek milyen gyönyörű dolgokat terveznek, csinálják, elfogadjuk, gyártjuk meg. De már a legalábbis az én praxisomban, ugye ez a másik irányú kapcsolatrendszer már kevésbé működik.
Jó? Tehát itt már nagyon komoly fenntartások van. Én ebben most nem akarok belemenni, csak jelzem, hogy ugyanakkor a másik irányba ez az átjárhatóság már nem igazán működik. Sok kifogás éri az építést. Mondjuk az Al-Hadid esetében, ugye, itt volt arról, hogy itt nagyon, nagyon képlékeny és átjárható a dolog, tulajdonképpen majdnem egy tőről fakad, ugye, amikor tervez, de ez már kevésbé működik ez a dolog. Hogy mégis a kortárs dizájn világból hozzak egy-két példát, csak ízelítő, hogy mégis működik, de sokkal kevésbé működik ez az irány, azt azért hozzátenném, hogy a dizájnerek tervezzenek épületeket, mint ahogy építészek tervezzenek. Tehát a dizájn felé nyitottabb. Tehát az építész szakma felől, úgy nézzük, sokkal könnyebb az átjárhatóbb a dolog, a folyamat. Ezt persze részletesebben meg kéne vizsgálni, hogy miért, nyilvánvalóan, lehetne érveket felsorolni meg hosszasan, de most ennek nincs itt az ideje, ez most nem erről szól, csak éreztetném, hogy van egy erőteljes átjárhatóság a másik, de a másik irányból már kevésbé ugye, tűnik annak. Na, a következő. Itt van ez a tervező, és itt konkrét példákat szeretnék mondani, a kortárs dizájn legjavából olyan dizájnerek, akik tényleg dizájnerek, product dizájnerek, főleg ez, ilyen területen ismertek, jó? És a legjobbak közé, legismertebbek közé tartozik. Az egyik ilyen, ami megkerülhetetlen, és talán azért raktam be, mert sokak számára ismert, legtöbbünk számára talán ismert. Hát itt van ez a Philip Stark, ugye, aki már most gratuláljuk neki, 70 éves, ugye? Tehát tényleg a szakma csúcsán van, most azt lehet mondani, már jó pár éve, de elképesztő teljesítmény van mögötte, egy elképesztő product design élet, mi amellett, hogy más dolgokat is csinál, belső építészként is ismert, meg sok már grafikai dizájn területe is, vagy mit tudom én, divattervezőként is olykor megbotlik, de igazából mégis a product designerként, terméktervezőként, de azon belül, ahogy mondtam, a 700 valahány kategória emlékezzenek vissza, hogy mekkora területről beszélünk. Akkor azt mondjuk, hogy valaki product designer, akkor azt mondjuk, hogy óriási területen tervez, jó? Nehogy valaki ezt így, ez egy szűkítése, és akkor így ilyen gyakorlatilag beskatujázzuk valakit. A product design az alkalmas arra, hogy hihetetlen gazdag módon fejtse ki a tevékenységét, a legváltozatosabb módon, és olyan módon, hogy rengeteg emberhez eljut az ő dizájnja. Jó? Tehát populáris, abban ez értelme a jó értelemben, mert populáris, nagyon nagy a kontaktja az emberek felé. Ugye itt az egyik ilyen, számomra egyik ilyen neuralgikus pont, ugye az építészet és a dizájn, vagy főleg a dizájn viszonylatában, a dizájn értelmezésénél, hogy a fogyasztóval való kapcsolati felület mekkora. Ugye lehet nagyon jó egy dizájn, ha egy darabban belül egy ember ismeri. Maximum a média tehet róla, hogy mi többen. De amikor valamit 1 millió darabban állítanak elő, az 1 millió is elfogy, az 1 millió emberhez jutott el az a dolog. Ismeri, használja, jó? Tehát ez a fajta használat, az egy másik dimenzió. Na, ilyen területen az egyik ilyen legnépszerűbb, legismertebb Philips, tehát tényleg rendkívül változatos, gazdag, tényleg rendkívül kreatív életpálya. Minden van itt, autó, bici, kerékpár, közösségi kerékpártól kezdve, bútorlámpa, hajó, bármit, jacht, minden megtalálható, jó? A porcelánoktól kezdve minden, legváltozatosabb területeken tervez, elképesztő életmű van mögötte, és akkor mutassunk egy-két épületet, ami tervezett így tervezőként. Én most nem akarom megítélni, csak mutatom, hogy van. Jó? Tehát, hogy dizájnerként, de főleg inkább az élete korán is tervezett egy-két épületet, most abban nem mennék bele, inkább későbbi munkákat vettem, friss munkákat vettem. Elő ez a 2010-es bilbaói épület, a Kulturális Szabadidő Központnak ugye a tervezése. Ez az egyik, a másik pedig ez bár inkább starkosabb, nagyon Philip Stark jellege van maga az épületnek, az egy borászat, ugye, egy borászat, ami Franciaországban található, és egy friss munkának tekinthető. Jó? Itt van egy-két gondolat, fent egy előre gyártott háza van, egy szlovén cég gyártja, ugye? Tehát ez is egy ilyen előre gyártott, nem olcsó, különböző méretű, nagyságú épületek rendelhetők, vagy kiosztású épületek rendelhetők ez alapján, de lényeg, hogy egy előre gyártott, jó minőség, nagyon magas minőségű termékről van szó. És itt van egy-két gondolata, ugye, amiről most majd a végén még bővebben lesz szó, de az egy a legfontosabb, ami talán a tetején van, a legelső mondat, hogy milyen gondolatok lehetnek azok, és a lényeg itt az tulajdonképpen, mint dizájnerként, aki rendkívül ismert, kreatív, hihetetlen életművel rendelkezik, óriási tapasztalatta, mik azok a gondolatok, amik kikistályosodnak, úgyhogy a legfontosabb, amik motiválják őt, mozgatják az ő
tervezési folyamatát, gondolkodását, attitűdjét, tervező attitűdjét. Ezek közül egy-kettő, talán a legfontosabb volt, hogy felforgató, etikai, ökológiai politikus és humoros. Jó? Tehát ezek azok az alapkategóriák, amelyek meghatározzák a tervezéshez, a dizájnhoz való viszonyulást. Ezt majd látni fogom, később mutatok egy olyan diát, ahogy kicsit összesítve, hogy ezek olyan szempontok, olyan érvek, olyan alapdolgok, amelyek talán az építészet számára sem idegenek, vagy közeliek, vagy elfogadhatók. Tehát ezek nem olyan. Ugye, és bizonyos értelemben, hogy még bővebben kifejtve, sokkal több emberhez eljutva, sokkal plasztikusabban megjelennek ezek a gondolatok. Tehát a lényeg, hogy ezek a gondolatok szerintem igazából szabad pályán kéne, hogy mozogjanak az építészet felé. Ezek nem olyan gondolatok, amik vadidegen és ellenséges gondolatok az építés. Miért ne lehetne ilyen alapon jó építészetet csinálni, ugye? Csak kérdezem én. Tehát ezek a gondolatok. Miért zárjuk el? Miért mondjuk azt, hogy ne tervezzé épületet, amikor látjuk, hogy a tártervezés világában ezek a gondolatok remekül működnek. Tényleg, remekül. Elképesztő életművet lehet létrehozni ezekben a gondolatok alapján, akkor milyen alapon mondjuk esetleg az, hogy építészként amúgy meg ne építsél semmit, mert nem értesz hozzá. Tehát van egy nagyon érdekes dilemma ezzel kapcsolatban. A másik, akit szeretnék bemutatni, egy másik terület, különböző európai, ez egy dél-amerikai, brazil testvérpáros, Fernando és Humberto Campana, ugye? Ők is egyik nagyon plasztikusan megjelenítik a dizájnnak egy világát, ami a craft, az ökológia, a fenntarthatóság, a helyi tradicionális kultúrák és a kortárs dizájnnak egyfajta nagyon érdekes szimbiózisát, együttesét hozzák létre, nagyon karakteres egyéni világot, ugye a Campanáék. Na, nagyon ismertek, kedvetek, de azért más 5 perc. Igen, akkor húha, gyorsan lépnénk egyet. Igen, itt egy házikó tőlük, ugye, amit mostanában terveztek, nem olyan régen. Tehát az a gondolkodásmód, ami megjelent ott, ugye, ez tükröződik majd az épületen. A következő lapozzunk, akit szeretnék megemlíteni, ez a Karim Rashid nevű amerikai építész, ugye, ő is több ezer terméke van forgalomban, elképesztő. Felfoghatatlan ma az a produktivitás, az a kreativitás, amivel Karim Rashid rendelkezik. Más dolog, hogy abból mennyi lesz az időtálló, de hogy valami irdatlan mennyiségről van szó, az biztos, jó? Ahogy szoktam mondani, elárasztotta a virágot Karim Rashid dizájn, jó? Na, ő ellenben átment építészbe és ingatlanfejlesztőbe, létrehozott egy saját ingatlanos céget, és New Yorkban épít ilyen, az például épül, ugye az az apartmanház két, és lent a belső építészeti terve, ami lent mutatja. Jó? Tehát ő is egy szakmailag nagyon magas színvonalat képvisel. Végül szeretném, Ázsiából is hozzunk egy fiatal titánt, ugye Okisato Nendo, ő is egy nagyon népszerű, ismert ma termék, alapvetően product designer ő is első körben. Onnét indul, jó? És látjuk, gyönyörű dolgokat éve. Tényleg a japán kultúra, minden, a modern dizájn új, nagyon szép egységet. És ahogy ő mondja, a humor megint csak, a kreativitás, ezek egyesülnek, ugye, a Nendo-ban, és hozzá utóbbi egy-két évben ő is nyitott az építészet felé. Tehát belső építészként már korábban is működött, de most már egy nagyobb léptékben, úgymond nagyobb léptékben az építészet felé is nyitott. Itt pedig összegezve azt mondanám, itt a négy tervező alapján, hogy összeszed, vagy mik azok, amiket őt képviselnek értékek, jó, mint tervező, mint product designerek, ugye, miket képviselnek, hogy hogyan, milyen útja van ennek az építésnek, miért ne lehetne ezek alapján, és sok építés magára is ismerhet ezekben az értékekben, mert nagyon sok minden közös, ugye nyilvánvalóan ezekben az értékekben. Esetleg más, ami talán a product designban plastikusabban megjelenik, itt jobban is, és ezek ugye irányt. De igazából az előadásomnak ez volt a felvezetése, és lenne igazából egy másik, és ez az utolsó gondolatom, ami igazából számomra fontos, hogy nem az az igazi lényeg számomra, amikor hogy dizájner tervezhet-e épületet, hanem az, hogy a dizájner milyen feltételeket teremt az építészet számára, kibontakozásához. Egy példaként, hogy mire gondolok itt, hogy a dizájnnak egy sokkal mélyebb összefüggésrendszer, az csak a felszín, hogy a dizájner tervezhet-e épület, az csak ilyen ízekedjünk kategória, szellemeskedjünk meg hasonló, de igazából a mély struktúrája az, és sokkal fontosabb számára, például az Apple esetében fent van a product design világ, ugye ez a meghatározó az Apple, ez a cég, ez gyártja. Mobilok, laptopok meg hasonló, ugye? Ebből van irdatlan pénz. Hihetetlen mennyiségben gyárták,
tervezőt ismerjük, sokáig a Jonathan Ive ugye állt mögötte, egy angol designer, át volt a chief designer, a vezető tervezője. Hihetetlen mennyiségben után létre megalkotják, korábban is voltak, létrejönnek a nagy Apple márka üzletek, egy építész feladat, de ezt a feladatot, hogy ezt az új flagship márka üzleteket létrehozzák, kellett előtte ez a rengeteg termék. Tehát a design volt az alap, ami megteremtette a feltételt ennek az építészek számára, és a végén egy csúcs építészeti termék jöhessen létre. De a fundamentuma az egésznek, a fent a design. És egy csomó példát tudnék hozni, ugye a design aktuális cége kínálta, amikor a design termékvilág ugye, teremti meg azt a lehetőséget, hogy az építészek kibontakozhassanak. Számomra ez sokkal fontosabb kapcsolatrendszer, és sokkal izgalmasabb bizonyos értelemben, mint az, hogy dizájner tervezhet-e épületet, mert igazából ez az, ami nagyon élő és nagyon intenzív, és rengeteg dolgot. Tehát nem, hogy köszönhet a design, az építészet a dizájnnak, nehogy félreértsék, csak az, hogy a lehetőség, az, hogy ez megszülethessen, 5 milliárd dollárért felépítesse az Apple ezt a Cupertino-i központját, ugye, egy jó nevű építésze Norman Fosterrel, és átterveztette a több üzletet, ahhoz az kellett, hogy sok-sok millió darab példányban eladják az Apple telefont. A MacBookot, amit aztán az építészek meg előszeretettel használnak, vagy nem használnak MacBookot. Meg ilyen gépeket használnak? Szeretik, ugye? Szeretik. Én is úgy gondoltam. Tehát ott van benne a Mi Mac, a MacBook, meg a többi, mindegyiket dolgokat arra használják, hogy a végén, és nem egy oldalú dolog, ezt szeretném mondani a végén. Tehát az egész folyamatnak a végén, amikor létrejön ez, van egy nagyon érdekes visszaáramlási mechanizmus, visszahat, befejeztem. Tehát amikor megvan ez a lehetőség, ez a kutató központ, ugye, ami a nagy UFO, azt szoktam mondani, ugye tulajdonképpen majd lehetőséget ad újabb remek product design kifejlesztésére. Köszönöm szépen!